Győrtől Viborgig megfordult néhány nagy csapatban, de eddig kétszer játszott csak a válogatottban. Most 29 évesen viszont a női kézilabda NBA egy tizedik helyén álló kis csapat, a Budaörs irányítójaként Kim Rasmussen meghívta keretébe, miközben klubjával hosszabbított. Hát Pálos Bognár Barbara következik. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Barbara, először miért hosszabbítottál a Budaörs Handball egy évet? Úgy is kérdeztem, hogy miért csak egy évet hosszabbítottál? Hát igazság szerint olyan nagy jelentősége nincs, hogy miért egy évet. Egy plusz egy éves opción volt az előző évben, ahogy megállapodtunk, úgyhogy igazság szerint ez közös megegyezéssel életbe lépett, tehát ennyi történt. Miért bizonyult jó döntésnek tavaly nyáron ez a kis csapathoz szerződni? Akkor, amikor ezt megtetted, volt benned némi kétség? Hát nyilván azért ilyenkor az ember hezitál, amikor mondjuk egy komolyabb csapat hívja, és mondjuk tudna nemzetközibe is játszani. De úgy gondolom, hogy nagyon lelkesek is voltak, ami nekem nagyon imponáló volt. Plusz a jövőkép nekem ott egy kicsit olyan, hogy próbálják ezt a külföldi mentalitást azért így bevinni, már a gyerekektől kezdve. Mind szakmailag, a munkában, mind pedig mentálisan. Úgyhogy szerintem ez egy jó út, és úgy gondolom, hogy így jó helyre kerültem. Tehát, hogy nem igazolunk, hanem nevelünk, és azt a mentalitást, amit a klub képvisel, azt bele szeretnénk már a gyerekekbe is nevelni. Plusz ráadásul már te ebben a munkában is részt vehetsz, hiszen az utánpótlásban is dolgozol. Így van, szoktam a gyerekeknek egyéni képzést tartani, úgy gondolom, hogy ez nekem is egy nagyon nagy plusz és ez fantasztikus érzés, amikor látod, hogy valamit visszakapsz tőlük, úgyhogy nekem ez még azért elég új, hiszen nem próbáltam magam ezen a téren, de, de úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon nagy plusz egy játékosnak. Ez egyébként időben mekkora összetevő a, a, munkádban, hiszen azért egy aktív kézilabdázó vagy elsősorban. Így van, hát nyilván elsősorban, amikor az időnk engedés, nincs edzés, akkor tesszük ezt meg, de, de ha az ember fáradt is, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó feltöltődés. Ez egyébként megmutatja majd a jövődet is egyszer a kézilabda után edzősködés? Hát ez még nem el száz de, de úgy gondolom, hogy, hogy, most úgy, úgy ez jó úton halad, hogy így megkedveljem, igen. Világos, de azért ez még a távoli jövő. Így van. Maradjunk abba. Egyébként furcsa volt, nem? Már ezt említetted, mi volt igazán a furcsa nagy csapatok után, kifejezetten nagy csapatok után budörsen játszani? Hát ö, eleve az is furcsa nekem egy kicsit, hogy ugye csak magyarok vagyunk, ugye itthon azért. Az olyan, mint fociba apas, száz százalék magyarok erre. <laughs> Így van, ö, úgyhogy ez, ez már eleve furcsa, hogy csak magyarul kommunikálunk, de hát úgy gondolom, hogy ez azért itthon normális és egy jó dolog. Ö, Hát, ö... Elmenti Buda és hogy Dánul beszélni, senki nem értette, igaz? <laughs> így van, így van, ö... hát nem tudom, azért nyilván nem olyanok az, tehát jók az edzések, de nyilván azért ö... Ö... egy alacsonyabb szintet képviselt ahhoz képest, ahol eddig ugye voltam, de, de úgy gondolom, hogy hogy így Ági, valahogy jöttünk, plusz többen is, akik érkeztek, így fokozatosan így kicsit így lépegetünk előre ebben, és úgy gondolom, hogy az edzések is nagyon jók, már ott is látszik, hogy mennyit fejlődünk, úgyhogy, úgyhogy nem egy jó folyamat. Na világos Tehát. most neked, meg Hornyák Ágnesnek nyilván vannak ilyen feladata is, hogy felhúzatok ezeket a fiatalokat, és így építsétek a klubot. Meglepet, hogy éppen Budarsra jött ez a bizonyos meghívó válogatottba? Hát igazság szerint nem számítottam rá, meg így nem nagyon terveztem már a jövőben ezt a dolgot, de abszolút örülök neki, hát meglepett igen. Na most ez lepett meg jobban, vagy az, hogy korábban a top csapatoknál nem történt meg nagyon? Hát ez nehéz kérdés, lehet, hogy én sem teljesítettem úgy mondjuk, ahogy most, tehát most azért úgy gondolom, hogy jól megy a játék, úgyhogy nem tudom, igazság szerint most így alakult, örülök neki. De hogy előtte nem vettek észre igazán, vagy pedig arról van szó, hogy lehet, hogy a te stílusodhoz, vagy a habitusodhoz ez jobban illik, hogy, hogy nagyobb teherrel húzó legyél fiatalok között egy kisebb csapatban, mint hogy ott a nagyászok között egy jó játékos? Há, így van, lehet, hogy igazából nekem ez a szerep, ami, ami jól áll, Úgyhogy ahogy mondtad, igazából ezt is ki akartam próbálni így a pályafutásom során, hogy egy kisebb csapatban mit tudok kihozni magam. Tehát, hogy ez volt. egy másik szeret, egy másik fajta részét emeli ki a személyiségnek. Egyébként Kim Rasmussen kapitány, hogyan jellemezte a játékodat és egyáltalán mit mondott, hogy miért van szüksége rád? Hát ez egy érdekes dolog, mert úgy külön nem volt beszélgetésünk, tehát annyit tudok, amennyit a médiából tudok én is, Úgyhogy nem tudom, hogy milyen szerepet szán nekem, minden esetre a hívnak, természetesen ott vagyok. És Tehát tulajdonképpen az a, a válogatott szakmai nem ö, került szóba, hogy hát neked azért van egy komoly skandináv múltad, ami egyébként lehet, hogy könnyebbé teszi számodra a megértését annak, hogy ők mit akarnak. Hát, ha mentalitásra gondolunk, lehet, nem tudom, nem hiszem, hogy ez bármit is befolyásolna, hiszen nem a nyelvtudásról szól, úgy gondolom, hogyha valaki Nem, oda inkább azt hogy annak a, kézi a az ismerete, arra gondolom. Így van, így van, ez lehet, hogy valamit számít, ugye azért remélem valami rám ragadt kint, úgyhogy ezt azért próbálom én is itt a pályán visszahozni, úgyhogy lehet, hogy ilyen téren valamennyit számít. Na most azt mondnak, hogy szerint egyébként ennek a bizonyos skandináv iskolának milyen elemei passzolnak össze jól a magyar habitussal, a magyar hagyományokkal, is, mi az, amit nehezebb közelíteni? Hát úgy gondolom, hogy mentálisan azért, amit ők képviselnek, azért van, mit tanulunk, tehát tényleg az a lazaság és hogy élvezzük, amit csinálunk, ez nálunk úgy gondolom, hogy inkább egy kicsit görcsös és teljesítménykényszer van, ebben, ebben lehetne fejlődni, de, de úgy gondolom, hogy most már gyorsaságban szerintem abszolút felvettük a ritmust, úgyhogy annyira nincs sok különbség szerintem már játékban. Hát olyannyira, most éppen Kim Rasmussen fogom idézni, nagyon pozitív irányba változott a magyar kézilabda, a tehetségállomány elképesztő, jobb játékosok vannak itt, mint Norvégiában vagy Dániában, nem kell gyökeresen átforgatnom a sportágat, annyira jó munkát végeztek a klubok szakmai stábjai, mondta az állami televízióban Rasmussen kapitány. Ennyire jó a helyzet, te is úgy látod itt a fiatalok között? Ö, igen, úgy gondolom, hogy abszolút jó úton haladunk. Nyilván lehet, hogy van egy kis szakadék, így korosztályban, ebben azért én ezt annyira nem látom, Ö, az edzők azért biztos jobban, de, de úgy gondolom, hogy van, van anyag, akivel lehet dolgozni hosszú távon. Tehát ezek már gyors, gyors, gyorsak és dinamikusak lesznek ezek a játékosok. Egyébként, ha a saját klubodból kellene ajánlani, már tudnál mondani olyan fiatalt, Ö, ebből a szemtelenül fiatal állományból, akiből úgy nagyjából biztos vagy, hogy válogatott lesz? Hát ilyenben nem szeretnék bele nem tudom, de biztos, hogy, hogy lesz. Visszatérve Buda a klub életében és egyáltalán ebben a közösségben mekkora jelentősége van ennek, hogy ez a kis klub most ad egy válogatott játékost? Hát úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek mindenképp egy nagy dolog, hiszen láthatják, hogy, hogy oda lehet kerülni, tehát nem muszáj egy olyan top csapatban játszani, úgyhogy ez talán azon is könnyít majd szerintem, hogy a magyar fiatalok mondjuk kisebb csapatot igazolnak azért, hogy mondjuk játszanak, és ez szerintem a legfontosabb, mert azért egy edzés az nem ugyanolyan, mint hogyha folyamatosan játékban vagy. Jobb lenne úgy, a kevesebb légiós, azt gondolod? Hát valószínűleg. A válogatottnak mindenképpen. Igen. Na most ugye a Budaörsi kézilabdát 2011-ben élesztették újra, ez a második szezonja a csapatnak az élvonalban. Mi állj Attila vezetőedzővel nektek most a, a biztos bemaradás a célotok, igaz? Így van, abszolút ez a cél. Úgy gondolom, hogy jelenleg jó úton haladunk. Nyilván még bármi történhet, de sorsolásunk annyira nem szerencsés de azért sikerült egy-két bravúrt nyerni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért még benne van a meglepetés. Na de milyen meglepetés van benne, ugye tizedikek vagytok most, mögöttetek is nagy a tülekedés, lehet-e veszélybe az MB egy, de a másik oldalról is nézhetem, hogy mennyit lehet még előrelépni a táblázatom, mondjuk már éppen az MTK következik majd. Így van, úgy gondolom, hogy ez elég nagy vízválasztó lesz. Hát igazság szerint minden mesnek ugyanúgy megyünk neki. Most, hogyha mondjuk jön hozzánk egy Fehérvár vagy egy Dunói város, akkor ugyanúgy úgy megyünk fel, hogy győzni szeretnénk, és úgy gondolom, hogy otthon azért erre megvan az esélyünk, hogyha tényleg 120%-ot nyújtunk. Úgyhogy mi, mi, arra készülünk, hogy akit tudunk, azt elkapunk. Mi, le, mi az erősség ennek a csapatnak jelen pillanatban szakmailag leginkább? Hát úgy gondolom, hogy Attila egy elég gyors játékot erőltet ránk, ami szerintem nagyon hasznos is, hiszen azért folyamatosan visszük a gyors középkezdéseket, a lerohanásokat, úgyhogy esetleg a nagyobb testű csapatokat fárasztjuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy mindenképp a, a gyorsaság és a dinamika. Jövőre akkor tehát veled, de nem ugyanitt, hanem feljebb, hogyha arra gondolunk, hogy egy év múlva mondjuk hol fog tartani a Budaörs az 1 ben nem? Hát igen, reméljük. Szeretnétek előrelépni. És akkor a válogatottban is. Most már úgy számolsz? Te is komolyan veszed, hogy hát ott lennél egy világbajnokságon? Én... Igazság szerint ezt én nem gondolom annyira túl. Nyilván örülök ennek a lehetőségnek, de úgymond tudom, hogy hol a helyem. Persze mindent megteszek azért, hogy oda kerüljek, és esetleg minél szűkebb keretben részt vegyek, de, de én ezt úgy nem, nem fogom túl gondolni. Na, minden esetre sok szerencsét neked minden fronton. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, én is lehetőség.